Hé, Smiley, te költözöl ki. Nekünk nem kell elvinni a bőröngyeidet. Smiley, rossz ötlet, hogy nem akarsz többet a táborban lakni. Én azért nem akarok a táborban lakni, hogy ne talizzak Dianával. Ez az új otthonom. Itt egyedül fogok lakni, mások nélkül. Senki sem fog untatni, hogy gyere, Smiley, vissza hozzám. Smiley, biztos vagy, hogy az utánfutóba fogsz lakni? Azt hittük, hogy ez hosszú távú. Igen, vidd egyedül a bőröndetet. Ő költözik. Nem, fiúk, ti szivattok. Azt akarjátok, hogy tényleg menjek el? Nem, nem fogtok megszabadulni tőlem. Hát, Smiley, sok szerencsét az új házba. Tőlünk ne vár segítséget. Igen, jegyezd meg, mi nem fogunk hozni kaját meg piát. Szia! Szia. Tőletek nem kell semmi. Hát, Smiley, ez a te új életed az új házban. Remélem, hogy Diana nem fog kihajtani innen. A fenébe, csajok, semmi erőm sincs. Nincs kedvem edzeni a lúzerekkel. Diana, számíthatsz a segítségünkre? Csak játssz el valamit. Tudod mit, Diana? Jana és én megmondjuk nekik. Ne haragítsátok magatokra, Diana nagyon rosszul van. Nem, csajok, én nem akarom, hogy tudják, hogy én rosszul vagyok. Emberek, nézzétek, milyen bicajom van! Miért nem nézitek? Gigi, nem érdekli őket. Nem, Patrik, érdekli őket! Emberek, nézzétek az új bicajomat! Gigi, senkit se érdekel a te új bicajod. Ah, szép bicaj, de láttuk már, nem akarjuk megint nézni. Hé, Julia, gyere, folytassuk a pihenést. Gigi, önző vagy, nem adtad oda, hogy kipróbáljam, miért nézel? Maruska, lehet, hogy tökre teszed, én nem fogok fizetni érte. Azt hiszed, hogy nehéz vagyok, gondolod, eltörném? Igen. Atyom, te ezt nem gondolod komolyan, elbír 150 kilót, én nem vagyok annyi. Igen, Maruska, 200 kiló körül vagy. Atyom, most komolyan? Komolyan, de akkor is szeretlek. Gigi, úgy nézünk ki, mint két pingvin, amikor így állunk a bicajja. Várj, Patrik, a pompom lányok és a kosarazók még nem látták a bicajom. Lúzerek, készüljetek fel, most edzeni fogunk. És rosszalkodás nélkül. Hurrá, végre edzünk. Hát átjom, én edzeni fogok, hogy lefogjak. Oké, Begyi. Ó, Gigi, neked új bicajod van. Gigi, hagyd már a bicajod és a sisakot, gyerünk edzeni. Igen, csajok, vettem bicajt meg sisakot. Patrik, vedd le a sisakomat és vigyázz a tangámra. Ne add oda senkinek. Oké, Gigi, értettem. Tessék, Patrik. Olyan, mint egy gyerek. És Patrik hogy viseli ezt? Hé, emberek, láttátok Smiley-kot? Nem, nem láttuk a Smiley-kodat. Nem érdekelnek minket a kosarazók. Fenébe, hol van? Diana, emlékszel, hogy mit beszéltünk meg? Nem beszélünk többet róla. Csajok, nem bírom ki. Sikerülni fog. Popom, lányok, edzünk akkor? Nem akarom nézni Diannát, ahogy Smiley után sír. Le akarok fogyni. Gyerünk. Csajok, vigyázzatok velük. Ők ezt szándékosan csinálják. Amikor én rosszul vagyok, akkor akarnak edzeni. A fenébe, Gigi itt hagyta a bicaját. Most vigyáznom kell rá. Patrik, miért nem hajtjuk el? Látta, hogy ezzel a bicajon lehet ugrálni, lehet rajta szórakozni. Igen, emberek, ez menő bringa. Bírsz rajta szaltózni. Hát, menjünk, próbáljuk ki. Gigi ezt nekünk nem fogja megengedni. Patrik, Gigi nem fog tudni semmit. Szivatsz, ő elment edzeni, mi meg megyünk kettőre, sose fogja megtudni. Jó, de nem mondjatok neki semmit. Oké, gyerünk. Csajok, én nagyon várom, hogy lefogyjak. Hát, nekem az a célom, hogy lefogyjak vagy 40 kilót. Maruska, az lehetetlen. Számomra semmi sem lehetetlen. Hát, popom lányok, készen állunk az edzésre. Készen. Igen, Diana, igazad van. Ők annyira izgatottak és szándékosan akarnak edzeni. Hé, csajok, nyugodjatok le. Csajok, légy szíves, ne piszkáljatok. Nincs jó kedvem. Ó, Diana, kidobott Smiley-k. Mi sajnáljuk a helyzetet. Milyen rossz májúak vagytok? Ő nem elhagyott engem, hanem el van veszve a saját érzelmeibe. Így van, majd megtalálja magát. Na, pompon lányok, gyerünk edzeni. Ez alkalommal nyomjuk meg nagyon, de nagyon. Múltkor elég gyengécske volt az egész. Le akarok fogyni. Tudjátok mit, csajok? A magánéletem az az én dolgom. Nektek az edzésen kellene agyalnotok. Értettétek? Még egy szó Diana kapcsolatáról, és fejbeváglak benneteket. Érthető? Világos. Na, akkor kezdjük el. Mozgassátok meg a lábaitokat, hogy vékonyak és szépek legyenek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Így, csajok, ismételjétek ezt a gyakorlatot, és ismételjétek a szlogent. A fiúk szuperek, a miénk a legjobbak, a fiúknak sikerülni fog.
Sofi, hogy döntöttél? Miért nem ihetjük magunkkal a pompomlányokat? Szivatsz? Ők berendelik majd a legdrágább kajákat, mint a Sushi Philadelphia. Mi meg majd rendelünk a gazdaságos étlapról. Mi az a gazdaságos étlap? Ha rendelsz egy alagot, akkor a másikat ingyen kapod. Majdnem ingyen eszünk. Hát igen, akkor jobb, ha nélkülük megyünk. Gyerünk és előbb beszéljünk velük. Nyerünk! Balra, jobbra, előre, hátra. Remek! Csajok, holnap korán reggel fogunk edzeni. Holnap legyetek itt reggel 6-ra. Igen, mi 6-ra már itt leszünk. Igen, csajok. Csajok. Hello, fiúk. Csajok, tudnátok nem előttem ölelkezni? Diana, nem bírunk. Mi szeretjük a fiúinkat. De csajok, ne előttem. Amúgy fiúk, láttátok Smiley-kot? Jaj, Diana, te megint Smiley-król beszélsz. Róla nem beszélünk. Igen, elköltözött a táborból. Örökre. Mi? Smiley elköltözött? Miért nem mondtátok el előbb? Komolyan mondjátok! Smiley elköltözött? Nagyszerű hírek, azt a... Csajok, nem költözött el messzire. Ezt nem kellett volna elmondani Diannának. Az utánfutóba költözött. Pompomlányok, szabadok vagyunk! Igen! Miért költözött el? Azonnal mondjátok el! Ne hisztiz már, az utánfutóba költözött. Jobb lenne, ha messzire költözött volna. Figyú srácok, Smiley elmondta nektek, hogy miért döntött úgy, hogy elköltözik a táborból? Azt mondta, hogy nem akar hallgatni, ahogy hisztizel. Á, így mondta. Igen, pont így. Hát oké, megyek megkeresni, azt akarom, hogy az arcomba mondja ezt. Ja. Diana! Csajok, hagyjatok békén! Hiártyom, Gigi most jön! Ha megtudja, nekem végem! Hé, el akarok menni még egy körre! Milyen még egy kör? Vedd a sisakot! Oké, nyugodj meg, leveszem. Patrik, te áruló! Mi történt itt? Ki hajtotta a bicajomat? Én nem hajtottam, Artyom volt, az nem az én hibám. Gigi, ez egy rossz és értelmetlen bicaj, kilógnak a lábaim. Ó, szóval így, Artyom, ne okold a bicajomat, ha nem tetszik, akkor ne használd. És te, Maruska, menj és jól pofoszd fel. Gigi, nyugodj le, önző vagy, senkinek sem kell a bicajod. Ha összetöritek, vesztek nekem egy újat. Gigi, nyugodj le. Menj a fenébe, Patrik, rá foglak kényszeríteni, feküdj a fa alá, világos? Most el fogok menni Smiley-hoz, és megmondom neki, hogy Smiley, bocsáss meg, kérlek, a legjobb barátnőd leszek. Nézd a gyönyörű hajamat, mindent megteszek érted, adj még egy esélyt, megígérem, hogy meg fogok változni, bocsáss meg! Diana, nyugodj le! Csajok, hagyjatok békén, tudom, hogy mit kell csinálnom, meglátjátok, minden rendben lesz. Nehogy megalázd magad előtte. Igen, Diana, nehogy! Csajok, ez nem megalázás! Diana! Brosti, várj! Van esély, hogy elmenjünk a karaoke bárba. Igen. Csajok, meg kell állítanok Diana. Ne engedjétek meg, hogy Diana kibékülje Smiley-val. Na, menjünk, gyerünk! Haló, igen, drágám. Már beköltöztem az utánfutóba. Miért? Azt mondtad, hogy nem kell többet találkoznom Dianával. Várlak, drágám. Igen, most iszok tejet és megeszem a dörmi macit. Diana, nyugodj le! Kérlek! Csajok, jöttök velem az utánfutóba? Nem akarjuk, hogy kibékülj vele. Nem érted, ha megalázod magad előtt, akkor semmi sem fog változni. Minden olyan lesz, mint eddig. Tényleg kell ez? Nem, csajok, nem lesz olyan, mint régen. Haló, elárult téged. Ez nem igaz. Fogd fel, Diana! Várjatok, tudjátok mit, csajok? A szerelem az egy bonyolult dolog. Meg akarom tenni az első lépéseket. Igen, szívem, te is nagyon hiányzol nekem. Hozd az összes cuccot, nem szeretném, hogy megint elmenj. Nagyon hiányzol nekem. Nem fogok várni, megyek. Kívánjatok sok szerencsét. Sok sikert, Diana. Szívem, hívni foglak, el kell mennem a mosdóba. Diana, te mit akarsz itt? Igen, Smiley, szeretnék veled komolyan beszélni. A fenébe megcsinálta. Figyelj, mi van, ha kibékülnek? Mi többet nem leszünk barátok Diana-val. Pontosan, ha megint kibékülnek és összevesznek, kibékülnek, összevesznek és így folytatják. Igen, lajaj, ők kibékülnek, szakítanak, de nem érted, hogy ő csalta meg Diana-t? Smiley, azért jöttem, hogy kibéküljünk. Kérlek, kezdjük el előről. Jó és figyelmes barátnőt leszek. Nem fogunk ok nélkül veszekedni. Mindent meg fogok engedni. Még a hátizsákomat sem kell vinne többet. Diana, tudod, bejöttél a házamba. Senkinek sincs megengedve, hogy bejöjjön ide. Emlékszel, hogy mondtad nekem azokat a dolgokat? Smiley, figyú, ez nem a te utánfutód, a táboré. Smiley, gyere, béküljünk ki. Kérlek, tovább nem bírom ki. Azt gondolod, hogy ő jobb nálam? Molly!
Smiley, mit teszel? Elpresd Dörmi macit? Az nem jó neked. Ha szeretnéd, elmehetünk a táborba, és csinálok nekünk egy finom vacsit. Ne hagyd abba, folytasd. Figyelj, Smiley, szeretnéd, ha megvenném neked azt a lábbelit, amit már olyan régóta akarsz? Nem kell elkölteni a pénzed, megveszem én neked. És neked akkor megmarad a sajátod. Azt, ha ez lehetséges volt eddig is. Előbb nem volt lehetséges, de most igen, béküljünk ki. Tiana, előbb valószínűleg kibékültem volna veled, de nem. Elmehetsz házamból. Smiley, nem kellene így beszélned velem. Ó, hallott a teszt? Nem békültek ki. Ó, itt van, Smiley. Hoppá, csajok. Ti valami izgit füleltek? Mi történik az utánfutóban? Diana bent van. Smiley-kkal. Diana próbál kibékülni vele. És ő nemet mondott, elhiszed? Smiley tényleg nagyon idegesít. Nem, hogyha nem menj oda! Ne menj be! Jana, valami szörnyű fog történni. Ja, menjünk innen, menjünk el innen! Na fogd és szedd a cuccaidat most. Kostya, mit csinálsz? Hé, ez az én utánfutóm. Nem a tiéd, a táborhoz tartozik. Kostya, miért csinálod ezt? Nem kértem a segítséget. Megsiratom miatta. Igazából megszakítottál minket, beszélgetek Smiley-kkal. Igen, olyan jó látni őt kihajítva az utánfutóból. Ez nagyon jó érzés. Komolyan mondjátok? Meglátjátok, mi fog történni. Visszajövök a táborba, minden nap látni fogtok. Soha az életben nem láttam undorító fiút. Hát neked undorító, Diana pedig szerelmes belé. Kérem. Kostya, nem értem, miért csinálod ezt. Miért? A mai naptól kezdve meg foglak védeni. Kostya, kitől fogsz védeni? Smiley-től. Miért? Én szeretem őt, nem érted? Akkor is védeni foglak. Emberek, ez pokol. Holnap megint megpróbálom visszaszerezni Smiley-kot. Az ész a harmadik próbálkozásom. Lájkoljátok a videót és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Kostya, gyerünk! Check.